közönséges levendula az árva csalánfélék családjába tartozó növényfaj. A magyar elnevezés, a francia levendula, onnan eredhet, hogy az 1920-as években a Tihanyi félsziget levendula telepítéséhez Franciaországból rendelték a szaporítóanyagot. A kozmetikai és illatszeripar nagy mennyiségben használja fel, Franciaországban több étrendkiegészítő piacon is jelen van, amelyek levendula olajat tartalmaznak és különböző illőolajokkal keverve kaphatók. A virágból készült teát nyugtatószerként, valamint gyomor és bélpanaszok ellen használják. A szárított virágzatok csomóba kötve mólyűző hatásúak. A kertben távol tartja a levéltetveket a szomszédos növényektől. A magyar család 20 éve vásárolta meg az első területet a Létavértesi Kossuth kertben, és itt 15 éve kezdték betelepíteni levendulával, amelyeket Pannonhalmáról szereztek be. Az elmúlt 5-6 évben szervezik a Szedd Magad hétvégéket, legutóbb július 10-11-i hétvégén, így értékesítve a levendulákat, ami nagyon közkedvelt, mondta Magyar Péter, társtulajdonos. Édesapám még találták ezt a telket, miután úgy gondolták, hogy szőlőtermeléssel fognak foglalkozni, de hát az egy külön szakma és egy külön olyan történet, amihez érteni kell. Így hát elkezdtünk gondolkodni, hogy ezt a területet, meglévő területet hogy lehetne hasznosítani. És akkor találta ki édesanyám azt, hogy egy gyógynövénnyel, egy olyan gyógynövénnyel kellene beültetni, ami itt a környéken nem igazán honos, és talán alkalmazkodni tud ehhez a tájhoz. És akkor kezdtük el a legelső angol levendulát betelepíteni, egy olyan 2000-2500 tövet ültettünk be legelsőnek. Hát a mai napon már egy olyan 1 hektár területen van a levendula. Egy darabig követtük, de most úgy kb. 12 000 tő található a területen. Két fajta levendulánk van, angol és francia levendula található a területen, és a francia levendulából van két fajta, egy fehér és egy rózsaszín árnyalat. Ez csak az érdekesség kedvéért lett betelepítve. Két levendula közt azért ránézésre is nagyon nagy a különbség. Az egyik az egy kicsit tömörebb növény, a másik pedig egy sokkal nagyobb és erőteljesebb növény. A két fajta közt az a különbség, hogy az egyik az az ősi levendula, az a francia levendula, az angol levendula pedig egy ilyen ipari felhasználásra lett kitalálva. Tehát ipari felhasználás az, amiből szappan gyártanak, olajat főznek, és különböző tárgyakat tudnak előállítani. 6-7 évvel ezelőtt találtuk ki azt, hogy megpróbáljuk úgy értékesíteni a levendulát, hogy egy nyílt nap keretében meghirdetve, és egy Szedd Magad akcióban kezdtük el értékesíteni, ami úgy tűnik, hogy a mai napig is nagy sikert alatt és közkedvelt. Eddigi tapasztalatok szerint 1500-2000 ember látogat el a létai levendulásban egy Szedd Magad akció keretén belül, ahol számos lelkes segítő és árus varázsol vásári hangulatot a szőlőskertben. A levendula volt a fő motívum, amiből lehetett válogatni Adomán Mónika ajándéktárgyai közül, amiket dekupás technikával készít közel 10 éve. A kürtős kalács és büfé mellett, ahol a helyi levendula szörpöt is meg lehetett kóstolni, a léta tészta 4 és 8 tojásos tésztái mellett egy egész sor igazi ínyentség is volt terítéken. Vannak különleges tésztájaink, mint például a levendulás szélesmetélt, mely pont aktuális a mai naphoz. Ezt úgy készítjük, hogy a levendula virágát megőröljük, és egy 8 tojásos szélesmetélt tésztába beledolgozzuk. Általában ilyen tejszínes citromos halfiléhez nagyon kiváló ízű, vagy lehet például egy kis grízes laskához, mákos laskához, jó kis finom baracklekvárral. Valamint vannak gluténérzékenyek számára is vörös lencséből, csicseri borsóból és zappehelylisztből készült termékek, ezek is egyre népszerűbbek. A Kossuth kerti tájháznál helyi termelők portékáiból válogathattak a vásárlók, volt itt többek között levendulás keksz a cukormász cukrászüzem sütéséből, levendula szörp gyöngyös kamrájából, levendulás méz az újvárosi méhészet kínálatából. A Szilágyi család saját zöldségekből készült savanyúságai közé még a levendula nem férkőzött be, csak úgy, mint a Dienes Sándor házi készítésű füstölt sertés termékei sem köthetőek a levendulához. De így van ez jól. Egész hétvégén nagy volt a nyüzsgés a levendulásban, aminek karbantartásából az egész család kiveszi a részét. Mind a négyünk munkája szükséges,
és azért fő időben 3-4 ember plusz segítség van folyamatosan, mert hát azért ezt a levendulát azon kívül, hogy viszonylag jól tűri a környezetet, azért nevelni kell és takarítani folyamatosan a területet. Nem egy vízigényes növény, de azért az augusztusi időszakban muszáj most már locsolni. Megváltozott az éghajlat, és úgy tűnik, hogy kénytelenek vagyunk most már locsolni egy kicsit. Év elején sikerült egy újabb területet beültetnünk, az olyan 1900 tő levendula, angol levendula került bele. Hát a jövő titka, hogy mit fogunk belőle készíteni, de valószínűleg, hogy belőle már csak olaj lesz. Így a legegyszerűbb felhasználni és a legegyszerűbb értékesíteni. A maradt levendulából megpróbáljuk az idén, attól függ, hogy mennyi marad meg, hogyha olyan mennyiségben marad meg, akkor mi is ki fogjuk főzetni, tehát levendula olajat és levendula vizet fogunk belőle készíteni, amit megpróbálunk utána önmagába így hasznosítani, megértékesíteni. Az elmúlt pár év slágernövénye a levendula, környékünkön is sorra nyílnak a levendula farmok, és ez a konkurencia nagy kihívás a magyar család számára is. De létavértes pajtáik között egyedi helyen található az ültetvény, és ebben látják az egyik előnyüket. Megpróbálunk a legnagyobbak és a legszebbek lenni. Én úgy gondolom, hogy létavértesnek van egy olyan adottsága, ami a szőlőskertre, így az alföldre egyedi, hogy van egy kis domb, és azért az alföldi szemnek azért ez egy kicsit olyan más látvány, meg olyan ősi levendulás hangulata van, hogy nem egy sík területre van beültetve, hanem a régi szőlős dömbokat próbáltuk átalakítani és hasznosítani. Az elmúlt hetekben számos esküvői, jegyes fotózás zajlott a naplemente fényeiben, de napközben is igazi szelfi növényé változott a létai levendula. Több száz kép bizonyítja, hogy ide jövőre újra vissza kell térni.